Nagyon sokan őrzik még azokat a hagyományokat, amelyek vízkereszt napjához, január 6-ához kötődnek. Szűcs Imre, a felső templom plébánosa még ezekben a napokban is felkeresi azokat az otthonokat, amelyek lakói megkeresték a plébániát, hogy az új évben áldást kaphassanak. Vízkereszt az Epifánia Domini, az úr megjelenésének az ünnepe, a keleti keresztények ilyenkor ünneplik a karácsonyt, amit mi december 25-én ünneplünk. Mi viszont, nyugati keresztények, hármas ünnepet ülünk ezen a napon. Elsődlegesen, hogy a három király látogatást tesz a betlehemi kisdednél. A második, hogy Jézus megkeresztelkedik a Jordán folyóban, a harmadik pedig, hogy a kánai mennyegzőn megteszi az első csodáját az édesanyja kérésére. Epifánia Domina az Úr megjelenik, tehát ahogy a nemzeteknek megjelent, kinyilatkoztatta magát a gyermekkélet Isten, és a hagyomány szerint a három király, az akkor ismert három földrészt, Európát, Ázsiát és Afrikát jelképezi, és a hagyomány szerint az egyik király vagy bölcs, akárhogyan is nevezzük, hogy fekete bőr színű volt, és így a nemzeteknek megmutatta magát az Isten. A másik ünnepünk, vagy amit ünneplünk ezen a napon, hogy Jézus megkeresztelkedik a Jordán folyóban. Itt viszont az Atya nyilatkoztatja ki a fiút az ott lévőknek, akik János kerességében részesülnek, hiszen amikor Jézus odaér Jánoshoz, akkor János azt mondja, hogy hát nekem kéne vagy neked kéne engem megkeresztelni, és Jézus azt mondja, hogy tegyük azt, ami méltó, és János megkereszteli a Jordán folyóban, és amikor Jézus kijön a vízből, megnyílik az ég, és a Szentlélek galam képében leszáll rá, és szózat is hallatszik az égből, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. A tömeg úgy gondolja, hogy valami mennydörgés félét hall, holott az Isten kinyilatkoztatja az ő egyszülött fiát és ezután indul el Jézus a nyilvános működésére. A harmadik, amit ezen a napon ünneplünk, a kánai mennyegző első csodája Jézus életében, amikor is egy lakodalomban ott van édesanyjával és tanítványaival, és édesanyja figyelmezteti, hogy fiam, nincs boruk. Nyilván fogytán a bor, jókedv, derű, és ilyenkor számolatlanul csurog a pohárból és megszorulnak. És Jézus azt mondja, hogy asszonya, mi gondunk ez? És szüzanya egy nagyon okos gondolattal azt mondja a szolgáknak, vagy az ott szolgálatot teljesítőknek, hogy tegyétek azt, amit a fiam mond. És Jézus megkönyörül az ifjú páron, és a vizet, ami rendelkezésre borrá változtatja. Tehát megmutatja, kinyilatkoztatja Isten fiúságát, Isteni méltóságát, hogy ő tud csodát tenni. Na most ezen a napon egy újabb hagyomány, bár újabb, hát az én gyerekkoromban is ekkor szokták lebontani a karácsonyfát. Gyerekkoromban például nem volt szabad hozzányúlni a feldíszített karácsonyfához, a szaloncukrokhoz. Nagymamám mindig azt mondta, hogy aki hozzányúl a szaloncukorhoz, és hát leesszük a fáról, a Jézuska visszaviszi a karácsonyfát, és bizony, míg gyerekek voltunk, nagyon-nagyon ügyesen Hát megtartottuk ezt, és nagyon hűségesen megtartottuk ezt a szokást, és ö, ö, január 6-án kóstoltuk meg először ö, a szaloncukrot, és részesülhetünk belőle. Persze, amikor már nőttünk, és tudtuk azt, hogy hát nem fog eltűnni ott a karácsonyfa, hát különböző trükköket alkalmaztunk, hogy a nagymamánk azt higgye, hogy. És nagyon sokszor január 6-án már nem volt valóságos cukor a szaloncukros papírban. Mi a tapasztalat? A házszentelés szokása mennyire él a mai világunkban, a 21. században? Úgy gondolom, hogy ez nem veszett ki Bizonyos területeken nagyon általános, tehát szinte minden házhoz bemegy a plébános, főleg falu helyeken, ahogy ezt az előbb a fiatalasszony is nyilatkozta. De vannak olyan területek, például én Somogyban is szolgáltam, ahol abszolút nem volt szokásban ez, és próbáltam úgy bevezetni, hogy, hogy Vízkereszt napján elmondtam a ház áldásnak a szövegét, a templomban, mint egy kiterjesztve a falu minden egyes házára. És azt hiszem, később, amikor eljöttem, már az utódom, vagy a későbbi utódaim, már házakhoz is hívták őket, és, és mentek. És itt is Kanizsán is minden ö, esztendőben egyre több azoknak a száma, akik szólnak nekünk, hogy menjünk és áldjuk meg a házukat, lakásukat.